Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt vagyunk újra a GTA 5 Grand RP-n. Yeah! És hogy hogyan tudsz csatlakozni a szerver? Kattint a regisztrációra, fontos, hogy legyen egy eredeti GTA 5 verziót, töltsd ki a mezőket, majd kattints megint a regisztrációra. Utána csak töltsd le a klienset, majd telepítsd fel, és indítsd a játékot. Na, srácok, itt vagyunk ismét, folytatjuk ugye a karakterünket. Hát néztem a kommenteket, amiket írtatok, elég sok mindent írtatok, viszont mindenki mást írt sajnos. Én reménykedtem abba, hogy ugye egyhangú választ kapok arra, hogy mire kéne elköltenünk, ugye mindjárt mutatom. Szóval, hogy mire kéne elkölteni ezt a 180 ugye prémium pontot. Hát konkrétan mindenki mást írt, tehát kettő egyforma válasz sajnos nem is érkezett, úgyhogy valószínűleg én fogom nagyjából eldönteni, hogy akkor végül is mire költsük. Hát ahogy nézem, most itt 100 000-ért kapnánk 3 millió dollárt. Hú, srácok, ez megfontolandó. Nyilván tudnánk venni ilyen autókat, de igazából én amúgy vagyok, hogy ezeket talán meg tudnánk szerezni máshogy is. Mindegy, srácok, azt fogjuk most csinálni, hogy elvileg itt van ugye a BMW-nk, a faszak is BMW-nk, igen, itt is van. Szóval van nekünk kettő darab ilyen nyomorék autók. Nem tudom, hogy hogy van nekünk kettő, de lényeg, hogy van, és szerintem ezeket el fogjuk adni, úgyhogy fogom. Hát most akkor egy, igen. Ezt nem tudom, srácok, hogy mindig ki kell bérelni ilyen izét, sajnos. Ilyen parkolóért is, csak akkor tudom lekérni a járművet. Na mindegy, 1000 dollár egy nap, az most bőven elég. Baszki, nincs nem elég pénz, baszki. Gyorsan veszünk le egy kis pénzt. Hát kiveszünk egy 10 000 dollárt, 1, 2, 3, 4. Nagyon kevés pénzünk van, srácok, tehát 20 000 dollárunk van úgy durván. Úgyhogy ma megpróbálunk pénzt keresni, ki fogunk próbálni egy csomó mindent. Első dolog, eladjuk azt a két nyomorék autót, elég nekünk bőven a BMW. Egy ideig szerintem azzal a BMW-vel fogunk közlekedni, mert elég jó autó szerintem. Úgyhogy most gyorsan, ha minden igaz, akkor szépen. Jó, elvileg G betű, és akkor Transport Information, és akkor ugye itt láthatok például milyen tuning van benne, meg ilyenek, vagy nem is tudom. Lehet, hogy minden level 1. Tehát itt amúgy lehetne még tuningolni, és ott van, hogy 5000 dollárt ér elvileg, és el tudjuk adni a kormánynak, ugye lényegében bebontjuk az autót szerintem. De én úgy vagyok, hogy ezt most csináljuk meg. Mi? Miért csak 500 dollárt ér, mikor ott 5000 dollár? Na jó, tudjátok mit, leszarom. Adjuk el. 500 dollárt kaptam. Hát azt mondjuk nem értem, srácok. Meg ilyen tutoriát is néztem erről, és elvileg 5000 dollárért el lehet adni a governmentnek, hát most csak 500 dollár, nem tudom, mindegy. Úgy sikerülnek ezek a szarok, úgyhogy gyorsan adom őket. Jó, gyorsan adjuk ezt is. Szel, szel, jó. Oké, okay, és akkor szépen lekérjük a BMW-t. Oké, okay, itt is van a kicsike. Még mindig nagyon jó. Oké, okay, és a következőt olvastam, illetve néztem utána, hogy itt vannak a My Job, és itt vannak ugye különböző ilyen alapmunkák, és elvileg ugye különböző skillek vannak, amiket ezekkel a munkákkal tudsz úgymond farmolni, meg mert ugye pénzt is keresel, meg egyéb cuccot, azt majd később megnézzük. Lényeg, hogy azokat érdemes kifarmolni, azokat a skilleket level 3-asra, mert utána be lehet kerülni ilyen construction teambe, ezt pontosan nem tudom, hogy működik, tehát ilyen házat kell építeni, és oda különböző munkások kellenek, és ott elvileg nagyon sok pénzt lehet szerezni, viszont oda ilyen level 3-as skillek kellenek, meg ilyenek. Lényeg, hogy ajánlották ezt a favágó, a farm munkát, az olaj munkát, illetve ezt az electrician munkát is, illetve még talán a buszsofőr munkát is. Viszont azt is nézni kell, hogy hol milyen a fizetés éppen, mert ez mindig változik. Látjátok itt most high, tehát magas a fizetés a favágónál, a farmnál most ilyen közepes. Szóval mondom vagyok, hogy kipróbáljuk a lumberjack munkát. Nézzük, hol van, gondolom kiverakta az erdőbe, igen. Féltek, elmegyünk oda. Előtte elmegyek boltba, mert lehet, hogy kell venni baltát, nem tudom, úgy inkább megnézem. És megnézzük, hogy mennyit fizet, illetve hogy miket kapunk még, ugyanis kapunk extra itemeket is elvileg. Szóval most irány a bolt, nézzük, hogy kell a balta, és aztán irány a munka. Bejöttünk a boltba, nézzük, hogy van-e balta. Féltek, én nem látok baltát, úgyhogy szerintem akkor menjünk is a melóhoz. A little later. Odafigyelj, másik BMW mögöttem. Megy a verseny. Öcsém, gyorsabbak vagyunk. Öcsém, ilyen verseny megy. Kialakult egy kis utcai verseny. Victory, easy. Az igen, öcsém. Hát a szokásos favágó hely. Én nyilván te ki fogom vágni az unalmas részt, szóval én úgy akarom ezeket a videókat megcsinálni, hogy az unalmas farmolós részt kivágom. Ugyan a szerver az arról szól, hogy ugye farmold a pénzt, a skill pontokat, meg ilyenek. Megpróbálom nektek úgy megcsinálni videókat, hogy ezeket mind kivágom. És tényleg csak a lényeget rakjuk bele, hogy ez minél szórakoztatóbb legyen. Úgyhogy megnézzük most még gyorsan, megyünk egy kört, hogy hogy működik a favágó mellett, hogy azért lássátok.
de aztán azt, hogy én ott farmolom, azt nyilván kivágom nektek, és tényleg csak az érdekesebb dolgokat fogjuk benne hagyni ezekben a videókban. Jó, szépen ide leparkolunk, és akkor ha minden igaz, gondolom, ide jövünk. Oké, hát reméljük kapunk majd baltát. Price per transfer, igen, $25, price for tree cutting $35. Na most ez rosszul hangzik, hogy úristen csak $35, viszont ha jól láttam videóban, akkor opá, meg is kaptuk a ruhát. Ha jól láttam videóban, elég gyorsan ki lehet vágni egy fát, szóval nem tart sokáig, de ez mindjárt kiderül. Yo, brother. Can I shake your hand, please? What's up? Can I shake your hand, please? Okay. It's for a daily. Thank you, brother. No problem, bro. Good luck. Ment egy kis roleplay, srácok. Ah, hosszan kell nyomni az E betűt. Igen. Hold. Hoppá. Igen, és akkor át kell vágni. Lehet, de nem fát kell vágni, hanem ilyen deszkákat kell pakolni. Nekem videóban, amit néztem, ott a csávó csak így vágta a fákat baltával. Lehet, hogy ez megváltozott? Igen. Ah, és ezért kaptam $45, na várjatok, ennyi. Féljetek, úgy látszik, ennyi. Nem mondom, kurva gyors, tehát felveszed, ide futsz $40, felveszed, ide futsz $40. És közben ugye XP-t is kapunk, ha minden igaz, de ezt mindjárt megnézzük. Szóval igen, szóval itt vannak a skillek, egyébként látjátok, Prime-unk van. Nem tudom, hogy a Prime az mit akar, de hogy van nekünk. Lehet, hogy gyorsabban fejlődünk meg ilyenek, na látjátok, show. Igen, itt vannak a skillink, például a staminánk az már maxos. Ó, és ahogy láttam, meg lehet venni a skilleket. Nézzétek! Itt van Lumberjack skill. Ah, és akkor itt oldalt mutatja, hogy level 1-esek vagyunk. És akkor tudnék venni level 2-es skillt 1, 2, 3, 4, 5, 100.000 dollárért, ami egyébként nem is olyan rossz. Ah, és minél nagyobb a skillt, annál több pénzt nyersz. Mindig srácok, elmondoljuk, hogy most csinálom ezt a munkát egy ideig, ezt nektek kivágom, és aztán haladunk tovább. Jó. Na, srácok, megcsináltunk egy olyan, hát egy 20-30-at. Én nem gondoljuk, hogy most tovább megyünk, megnézzük a többit is, ugyanis. Szeretném még megnézni a Potter, ugye az a bányászat elvileg, illetve a farmert, hogy az electrician-t azt tudjuk, tehát az a kötözgető és a cucc. Szóval még a farmert és a Pottert mindenképp megnézzük, hogyha nem mondoljuk, hogy menjünk el szerintem a bányába. Ugye nekünk van csákányunk, level 2-es csákányunk van, be is előtt nekünk, igen. Jó, menjünk is oda akkor. Igen, $1,395 tudtam összegyűjteni, nem tudom, egy ilyen 15-20 perc alatt. Egyébként látjátok, kaptam fát. Tehát van két darab ilyen fám, nem tudom, hogy ez mennyit ér, hogy ez is plusz pénz a munkából, mert el lehet adni elvileg azt hiszem NPC-nek. Többi munka után megnézzük, hogy hol lehet ezeket eladni. Jó, elvileg meg is jöttünk, ha ott a bokorba kéne menni. Lehet, hogy ide nem is kell NPC. Interakció. Hold. Hát én most tartom akkor. Igen. Igen. Most magától ütögeti. És boom. Aha, kaptam kettő darab. Micsoda? Oké, kaptunk kettő darab ilyen kópert, vagy rezet, vagy nem is tudom mi ez. Viszont eltört a csákányunk, baszki. És én sejtem, hogy milyen srácok. Ugye ez level 2-es pikax volt, mi meg level 1-esek vagyunk ebből a skillből, és valószínűleg akkor ilyenkor eltöri egyből. Tehát level 1-es csákányt kéne vegyünk, gondolom. Ó, a faszomat, na várjatok. Oké, nézzük, akkor most. Hosszan nyomom az ebetűt. Érdekes, hogy semmilyen NPC nem kell, úgymond. Igen. Viszont ide kell az inventory hely. De ugye a csomagtartóba tudunk pakolni, nézzük, hogy eltörik a csákány, és kaptunk 4 darabot most, és nem tört el! Jó, nagyon jó. Hát srácok, akkor ezt most bányásszuk egy ideig. Ja, közben arra jöttem rá, srácok, hogy nem 14-et kaptunk most, hanem 14-ünk lett összesen. Tehát nem 5-ösével, 4-esével bányásszuk, hanem 1-esével, és akkor már van 14 elvileg. A little later. Jó. Srácok, meg lett 51 darab ilyen érc. Én mondom végig, hogy haladjunk tovább. Egy maradt hátra, amit én ki szeretnék próbálni. Az mégpedig a my job, a farm. Úgyhogy kettő farm is van, hát nézzük meg, hogy melyik merre van. Az első farm az itt van közel, a második farm pedig még messzebb van, úgyhogy menjünk az első farmhoz. Úgyhogy szépen zsát! Srácok, egyébként ez a bányászat véregyszerű. Konkrétan csak ott állsz és nyomkod a zebetűt. És tényleg egy ilyen 10, hát talán 10-15 percet, egy ilyen 50 darab ilyen skill. Oké, elvileg meg is jöttünk. Szerintem leparkolunk most így random ide. Ha jól látom, itt van egy CP. $6, meg 11, meg ilyenek. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan lehet csinálni. Get employ. Oké, hát ez az a ruhája már megérte, én mondom. Ha itt van egy traktor. Érdekes, látod? Lehet traktorozni, de mi nem azt kaptuk.
Lehet, hogy itt is, hogy tehát, hogy minden levelben más kell csinálni a munkákban, lehet amúgy. Na, ez ide kell jönni. Mi a fasz? Igen. Igen, itt most merítünk vizet, ha jól látom. Igen, most van vizem, és akkor most el kell menni, tudom locsolni. Igen, nézzük. Igen, öntözzük, tehát most elkezdtünk öntözni, jól látom. Kaptam 11 dollárt, aha, és akkor a bal alsó sarokban, ezt most nem látjátok, de van egy ilyen kék csík, ami mutatja, hogy mennyi víz van még a kannánkban, és ugye minden CP után egy kicsit lejjebb megy. Tehát ugye ürül ki a kanna. Egy feltöltése több CP-t meg lehet csinálni. Hát figyeljetek, ez rohadt gyors, ez tény. 11 dollárt kapunk ilyen, olyan 10 másodpercenként kb. 11 dollárt kapunk. Ez végül is nem rossz. Valószínűleg nem hiába csinál ezt ennyi ember, bár ugye el kell menni feltölteni majd vízzel a kannát. Ja, figyeljetek, ez se rossz munka, és ugye látjátok, hogy a tanul mutatja, hogy még 491 ilyen locsolás kell, hogy level up-oljon a skillünk, ugye itt főleg az a lényeg szerintem, hogy a skilleket feltornázzuk, és aztán ugye ilyen level 3-as skillekkel már ilyen nagyon durván pénzeket lehet elvileg keresni. Hoppá, és kaptunk magat! Igen, itt is van ugye plusz item, mag, amiket szintén el lehet majd adni. Na mindegy, csináljuk, csinálom egy ideig, és aztán meglátjuk. A few moments later. Na, srácok, ezt is csináltam egy kb. Fél órát. Hát nem mondom, nem túl sok magot ad, szóval ez ritkán ad nyersanyagot, úgy, mint a favágó. Nyilván a bányászatnál meg csak nyersanyagból élünk. Nem mondom vagyok, hogy most ezeket el fogjuk adni. Először is nézzük meg, hogy most mennyi pénzt kaptunk ezért a hát kb. Fél órás melóért. Oké. Okay. 1800 dollárt, srácok. Az nem rossz. Szerintem annyira nem rossz, plusz még a magokat is ugye el tudjuk adni. Én amúgy vagyok, hogy most szépen beülünk a jó kis BMW-nkbe. Az, hogy hogyan lehet itt traktorozni meg ilyenek, azt nem tudom, srácok. Gyanítom, hogy gondolom lehet, hogy levelhez van kötve, lehet, hogy a level 2-es veszek, akkor lehet majd traktorozni, nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy ha minden igaz, oké, elvileg most bejelölte, hogy itt az NPC megveszi a érceket, hát akkor menjünk el oda. Nem tudom, hogy a fát, illetve magot hol fogjuk eladni, majd meglátjuk. Oké, elvileg érkezünk, erre emlékszem már a csávóra. Itt már voltunk. Gyanítom egyébként, hogy nem itt éri meg eladni a dolgokat, de hosszú playereknek jobban megérni, de most csináljuk. Oké, nézzük akkor. 9 dollár? Ez nem annyira rossz. Hát mondjuk... Oké, 51 darabot el is adunk. Oké, 459 dollárt kaptam a miningból. Hát igazából azt nem csináltam olyan sokáig, úgyhogy végül is lehet, hogy amúgy nem rossz meló. Lehet, hogy itt el tudjuk adni a többit. Oké, itt nem lehet sajnos eladni, úgyhogy... Oh man! Srácok, eljöttünk egy helyre, ahol én úgy gondolom, hogy itt lehet eladni a magukat, meg ilyenek. Utána esetleg másoknak lehet ezeket eladni, szóval nem NPC. Aha, nézzétek csak. Ez itt a market. Itt mások tudnak árulni dolgokat. Nézzük például, itt mit árulnak, látod? És ez a csávónak a cuccai. Értsém, itt az ilyen hub, nézzétek, itt rengeteg player van. Aha, nézzük csak, itt van ez a csávó. Oké, okay, van to rent a shop, tehát helyet kell bérelni, mennyibe kerül? Nincs több hely, baszki. Micsoda? Ó, baszki srácok, nincs több. Mi a... Ami kutya itt volt. Nem tudunk bérelni, mert ugye fullon van, szóval nem tudom, hogy... Talán itt el lehetne adni ugye így playereknek így, nem tudom, ordibálni, hogy eladó. Na mindig, hát akkor ezeket most szerintem nem fogjuk eladni, gyűjtjük, meg azt is olvastam, hogy ha van egy családunk, akkor ezekkel lehet valamit kezdeni. Úgyhogy apropó család, srácok, mit szólnátok, ha megvennénk a családot? Például én fogok szarakodni, én fogok venni most 100 ilyen cuccért 3 millió dollárt, úgyhogy nem is szarakodunk tovább. Bum! Így is maradt még 80, illetve lehet majd még tudunk csórencsálni. Lényeg, hogy 3 millió dollárunk meg is van, ott van jobb felső sarokban. Úgyhogy elmondva vagyok, hogy létrehozom a családunkat. Oké, okay, family. Na várjatok, srácok, mert most olvasom, hogy én a kisbetűs részt nem olvastam el, bassza meg. Tehát, hogy csinálsunk egy family-t, nem elég a 350 ezer dollár, valami engedély kell a kormánytól. Na most a kormány, gyanítom, hogy nem a script, hanem lehet, hogy itt akkor már ilyen felsőbb vezetőségtől kezd kérvényezni. Íj, baszki. Utána néztem, hogy működik ez a family rendszer, és konkrétan playerektől kell engedélyt kérni, mégpedig itt. Tehát konkrétan el kell menni a önkormányzatra, ott vannak playerek, és akkor tőlük kell engedélyt kérni, de ha jól láttam, másoknál ilyen videókat néztem, hogy kell hozzá egy ház is. Tehát elég egy apartman is, vagy egy saját ház, na most nem tudom, ez hogy működik. Itt látok egy ilyet, hogy residential complex, nem tudom, elnézzünk ide, megpróbálom kibérelni egy ilyen apartment, vagy nem tudom, meglátjuk. Itt is van amúgy már, nem is kell elmenni a messze, nézzük csak meg, itt mi van? Igen, hát akkor mondjuk floor 11, itt vagyunk, hát van itt két ajtó.
3500 dollár per nap. 13 napig fizetjük ki. Ez elég drága, srácok. Én gondolom, hogy vannak szegény negyedek is, várjatok? Hát amúgy nem nagyon. Féltek, megnézzünk pár házat, és akkor én nem mondom, hogy egyet ki fog bérelni, de meglátjuk még. Itt van még egy ilyen komplexum, nézzük. Főleg az árakat kéne itt most, tehát elég nekünk a legolcsóbb ház is. Floor 11. Oké, nézzük. Jó, hát ez ugyanaz körülbelül, viszont ez csak 11 napig? Ez meg 7 napig. Ez hogy van? Ezt nem értem. Féltek, ezeket másoktól vesszük? Várjám, ezeket másoktól béreljük. Oda nézzél. Genesis Dior, nem tudom, ezek playerekkel. És be lehetett jönni, megnézni. Ott nézzetek, ilyen lenne a ház maga. Hát így néz neki, hát nem egy nagy ház, bazd meg. Ja, van alsó szint. Illetve gondolom, van ilyen tároló. Mondjuk nekem egyáltalán szükségem tárolóra, meg ilyenek. Aha, és akkor itt van a tároló, gondolom. Hát figyeljetek, srácok, lehet kibéreljük, bassza, meg kipróbáljuk. Mit szóltok ez? De várjatok, itt nem lehet bérelni. Micsoda? Hülye vagyok. Ezek már meg vannak véve, ezeket nem lehet. 3 hours later. Na még itt van egy esélyünk, itt van egy ilyen CP, jaj, túlmentem. Ilyen ingatlan kereskedés vagy mi, hát kíváncsi vagyok. Igen, aha. Nézzük, hogy mit lehet itt venni. Igen, házat lehet venni, jól látom. Oké, okay, 6.500.000-ért van már itt egy ház, és akkor 5000 dollár per nap az adó. Pff, basszus, srácok. Lehet, hogy itt bejött állítani ilyen limitet. Jó, nézzük, cost. Oké, okay, nyilván hát 110 000-ért már van egy ház, 250 dollár per nap. Hát nem tudom, nekem nagyon tetszett ez a kertes ház, nézzétek. Bye. Buying house is available in the mobile application. Mi? Tehát akkor telefonon kell, azt mondja. Oké, okay, igen. Auction, igen, aukció. Jaj, nem mondott komolyan. Ah, itt van. Micsoda? 7 millió dollár! Túl egyszerett volna, srácok. Akkor most már értem, hogy az emberek miért rentelnek. Akkor szerintem mi is bérelni fogunk. Mit szóltok ehhez? Jó, tudjátok mit, akkor kibéreljük ezt. 140 000 dollár 7 napra. Menjen, menjen, rent. Oké, okay, rent. Oké, okay, kibéreltem a házat, srácok. Hát nézzük meg. 71-es szinten lakok, itt a házuk. Na nézzük, srácok. Ja, igen, ott van egy empty Venomi a ház, és én bérlem tőle Luigi Mauro. Oké. Okay. 19 nap. Oké, okay, open, öcsém. Itt a házunk akkor. Menjünk is be. Üdvözlök mindenkit a házunkba, room tour. Nézzük itt, mit lehet csinálni. Ja, értem, hogy csak béreljük, és akkor nem használhatjuk, bármit is lehet itt csinálni. Ó, baszki srácok, ez nagyon nehéz, sajnos. Ó, ez lehet, jó. Jó, tehát a raktárat szerencsére lehet használni. A garázsra vagyok még kíváncsi. Na várjatok, gyorsan megnézzük azt is. Tud a garázs. Öcsém! És akkor ide be tudom rakni a kocsikat elvileg. Lehet, hogy nem, mert ezért fűtött garázsba kell tartani a kis BMW-t, bazzá, ez lerohad itt a izé. Elkezd rozsdásodni. Logikusan én bejönnék ide a garázshoz. Hát srácok, vagy rossz szem, szerintem nem tudjunk, ilyen rendes izébe nem lehet berakni autót. Már láttam itt máshoz az autóját, megnyomta az ebetűt, mert dudált, és berakta a kocsiját. Legalábbis én úgy láttam. Hát figyeljetek, én nem mondom, hogy a következő részben el fogunk menni a kormányhoz, és akkor megpróbálunk szerezni egy családot. Ugye ide? És mert most már végülis van egy apartmanunk, amit bérünk, szerintem ez elegendő. És meg fogjuk kérdezni, hogy tudunk-e családot létrehozni. Reméljük, hogy igen. Ha szeretnétek, srácok, csatlakozni, akkor van egy link a leírásban. Ha azon keresztül csatlakoztok, kaptok extra kezdőpénzt, ami higgyétek el, nekem kurva jöjjön ebbe a játékba, mert itt tényleg főként a pénz az egyik legfontosabb eleme a játéknak. Úgyhogy ha akarnál játszani, akkor én ajánlom. 3-as szerver és következő videóban szerintem csináljuk a családot. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, dobjatok a lájkot és várjátok a következő részt. Szevasztok!